Immár lassan-lassan hagyományjá váló őszi országjárásunk során Miskolc városában kötöttünk ki, ahol viszont egy nem várt esemény következett be. Mi a recept arra, hogy még mindig a felszínen tudtok lenni ennyire aktívan? Imádok úszni. Hát ugye nagyon régóta várunk el a pillanatra. Sikerült az Eddát és Pataki Attilát szó szerint elcsípnünk itt a Kitty Hotelban Miskolctapolcán. Egy interjúra számítunk, most nem sokára nagyon egy izgalomban vagyunk, remélem ti is izgultok ott a képernyők előtt. Felkészültünk 20 kérdéssel, várjuk Attist. Ma az életem, az életvonalom, mindenem, a mániám, a hobbim, minden ez. A többi az minden kiegészíti. Így van. Na, bulinak most sem vagyok ellensége, semmi jónak félreértés ne essék, és szerintem ebbe beledőlünk ma. Isten egészségetekre, erre a jó bulira, erre a ma estére. Minden. Ajjál, övé marad! Látja, szállja! Jó, én szeretem is. Én szeretem úgy, hogy jó. Zenének még legalább. Jó Isten segíts őket még sokáig. Pannaki Attila! Ha odajönne most hozzád egy 10 éves kisrác, hogy szeretne egy rockzenekart alapítani, Mit tudnál neki javasolni? Először belenéznék a szemébe, hogy komolyan gondolja. Közben mondanám neki, sok szerencsét, és sajnállak, indulj. Mert azért rendkívül sok a göröngy, meg minden. De hát ez a gyönyörű, misztikus játék, amivé ez mindig fajul, az visz tovább. Nekem ez a pillanat, aminek élek mindig. Azt is tanulom a létezés művészetét. Nagyon komoly tanítók, mesterek közelébe jutok a keresés által. Krisztián, hallottáról AJ, vagy aminek akarod kihogyáti. Krisztián tudatos létező, aki itt van, térből, időből nagy utazó, és hát ő azt mondja, hogy a barátom. Ha ő mondja, akkor elméletileg azt is jelenteti, hogy nekem pedig ő a barátom, az pedig elképzelhetetlen megtiszteltetés. Figyelem. Aztán a tudatosság, aztán a tudatos befogadás, egyébként. Tehát érdekes dolog, én egyelőre figyelni tanulok. Viszont 57 éves koromig még rengeteget lifektem, voltam, tettem, vettem, szakadtam, boldog voltam, lent voltam, fenn voltam, minden megéltem, szerelmeket, minden. Most ugyanazt próbálom tudatosan figyelemmel, figyeléssel. Ez egy érdekes dolog. Hát mégis elég jó élete volt. 60 évesen is elég jól nyomja. Egy biztos, hogy megszületünk. Életkapunk, meg halálkapunk, meg elmenjünk. A többi az végigváltozás, ha akarod, ha nem. Hát hogy nem el, amikor az ember, amikor a szellem útjáról beszakad a mai magyar valóságba, akkor azért megszakad a szívem, a lelke azért a magyar létezésre, ami most van. Tehát Kánaán lehetne, Svájc lehetne, minden lehetne, mégis a rontás olyan szinten létezik ma az országban, az ártás. Nem is tudatosan, mert ennyire nem okosak, hogy ennyit lehetne ártani egy nemzetnek, mint amennyit ártanak. Nem is tudatosan, ennyit tudnak. Ez még tragikusabb. Tehát ennyit tudnak. Tehát az ember mindig fundál mögötte valami nagy, összefogott, minden nap összeülnek és összeesküsznek, és kitalálják, hogy lehetne kitolni veled, velem, a nemzettel a jövendőket elcseszni. Nem, ennyit tudnak. Szerintem Pataki Attila egy nagy fejű gyökér. De miért? Mert nagy a feje. És gyökér. Jellemez már az Eddát, néhány szóban. Szar! Buzis! Nem tudom. Fos! Ha van pár jó számuk. Melyikre gondolsz?
Hűtlen. Hűtlen. Miben fog különbözni a 29-től ez a jövendőbeli 30-dik? Szerintem belevittek egy új szintetizátor hangzást. Mi a véleményetek az Eddáról? Faszák. Az, hogy a kör közepén állt. Aztán volt az anyán olyan is, amikor privát dolgokért beszakadtam, és akkor úgy ott volt éppen egy fél üveg pálinka, bevertem, és utána a buli végén mondtam magamért, hogy meddig akar még az emberiség őrjöngeni e felé, amerre őrjön. Tehát, hogy ez az embertelen, profilorientált tébolyda meddig tart még. De alakul ez azért, tehát nem olyan vészes, csak ott épp megszakadtam. Nyáróta mi vagyunk az erősebbek, tehát mi rajongunk, tehát rajongva megyünk a bulira. Ezt komolyan mondom, fészkerülök, pakolok, rakok, addig is raktam, pakoltam az utcaim, de most fényezem, összerakom, kiegyezem, szeve, kicsi, készül, edz, mindenki, egyre jobbak akarunk lenni. Még badira is, tehát nem elhanyagolni, nem nyomkodjunk már, és nem vagyunk jobb, de hogy nem, patentformát hozni. Mi volt a legkeményebb dolog, amit láttál backstage-ben valaha? A katartikus akármitől, a downtól az upig, akármi, mindenféle, nem, milyen aspektus, hol ki, mi, ki sérült, nem sérült, boldogság, nem boldogság, megszakadás, nem szakadás, kábítószerbe fetrengés, mindent láttam, tehát mindent megéltem. Volt az értelmek egy olyan szakasz, hogy árnyék felé mentem, volt nem is kicsi, nem is kevés, akkor ő mindig mondta, hogy kisebb, ebből nagy baj lesz, mert ez nem te vagy. Hidd el, és de mondjuk az és már hasítottam, és mentem, és törültem akkorákat, hogy majd szét szakadtam. Volt minden benne, tehát a cuccozás és minden, tehát meg elkapott az éjszaka, és tetszett. Mentem bele, digikbe, mindenhol minden, és akkor ott mondták, hogy király vagy, te vagy a király, húha. Ez nagyon tetszett, és ebbe bele lehet szédülni. Aztán a Jóisten meg az őrzőim kisegítettek belőle. Ma már végtelen távolinak tűnik. Mi a véleményetek a Pataki Attiláról? Te tudod, mi az Edda? Te tudod, mi volt a Pataki Attila? Én még láttam azt, hogy ugyanúgy csinált, hogy Suster Lórád, mint... Amikor nem énekelt még, akkor más énekelt, még Pataki Attila helyett. Tudod, hogy a Pataki Attila kicsoda? Persze! Ki ő? Polgármester. Ja, nem, várja Pataki Attila. Jaj, nem? Tudom, jaj, az Edda énekese. Ismertek a Pataki Attilát? Persze. Igen, a lakótársam volt. Olyan ember. Szia. Berobsz? Komolyan, ő a zenegép. Berobsz neki 20 forintot és bármit elénekel. Lányok, hogy próbáltak közeledni a zenekar tagjaihoz? Milyen praktikákat alkalmaztak? Vadállati elementális erővel, hála Istennek. Én imádok örömet okozni, vagy hát meg minden normális vérvény nőszemébe viszont látni magad. Mázisra voltam, egész korán már sport és gyógymasszori tanfolyamot végeztem, azt csak úgy hobbiból. Aztán anatómiát tanultam a tanárképzős főiskolán, amíg az elsőjét végeztem. Ezek mind összeadódtak így, aztán rengeteg meglepetést okozhattam. Meglepés akkor, és a varázslás művészete, az a nagy csoda, és akkor úgy szakadás, és
És az jó dolog varázsolni. Tanuljatok meg, kár, hogy nem azt tanítják. Nem annyira a net a fontos, meg a met, meg a többi a lószart, bárcsak azt tanítanának a simogatás művészete, a kapcsolatteremtés művészete, a varázsás művészete. Az élet értelme az élet maga. A pillanat. Mindig a következő pillanat. És mindig a következő pillanat. Ezt tanulom Krisztiántól most. Aj, nem semmi lecke. Sziasztok, üdvözlet mindenkinek. Nagyon finom vörös bort iszok. Ezért aztán már szíves jókedem és nagyon szeretettel üdvözlöm a 2-4-et. Nem az 1-3-at, a 2-4-et. Sziasztok, Pataki Attila voltam. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy végre sikerült egy álmunkat teljesítenünk, és az Eddát elcsíptük, most már csak az Oszcián van hátra. Viszont jövő szombaton nem az Oszciánnal, hanem a Veszprémiekkel fogunk forgatni Veszprémben. Mi várható, Danika? Van erről valami fogalmat? Hát azt, hogy még lehet, hogy ott lesznek a győriek. Október 23-án pedig az A38 hajón felép a Superscript zenekar. Veszprém és győriek jövő héten. Sziasztok! Boldogságban zenélni, mint halálig.